Hát akkor nézzük először is, hogy hogy kell kinézni, ha az ember bejön egy tévéstúdióba. Így. Jó estét. Jó estét kívánok. Ilyenkor különös gonddal öltözik? Nem. Nem. Hát azt gondolom, hogy ha bejövök egy stúdióba, akkor így öltözködöm. És pont. És igen. Ezt az ember tudja. Anélkül is, hogy rá végig kéne gondolnia. Nem, ez tényleg nem. Azt, hogy milyen színű a szemüvegem kerete, és hozzá a zakóm, az például fontos? Én kék ember vagyok. Tehát én nekem ez nem nehéz, én kéket hordok kékkel. Mint Orbán Viktor egy korszakában. Igen. Most is abban van. Most is jobbára. Kéket hord, leginkább, igen. Igen. Vagy kitűrt fehér voltban, igen. Jó, jól beleszaladtam. Azért hívtam, mert hogy azt gondolom, hogy az emberekre hat, amit látnak. Logikusan. De mennyire mélyen hat, például az, hogy egy politikus mit sugároz magáról, hogy milyen öltözetet visel, hogy kire akar hatni, azt megmutatja-e az öltözete, hogy kinek akar adott pillanatban beszélni, azt szerint változtathatja-e az öltözetét, és hogy ezt mennyire tudatosan használják a magyar politikusok, ez meg egy külön érdekes kérdés. Na most gyakorlatilag az összeset feltettem. Mindent föltett. Én azt gondolom, hogy tudatosság a magyar politikusoknál általában nincs. Tehát, hogy ahogy végignézek a magyar politikai elitten, akár mondhatom, hogy az utóbbi 25 év politikai elitjén, nagyon-nagyon kevés olyan politikus volt, akinél érezhető volt, hogy ez egy szándékolt hatás, ahogy öltözködik. Egyébként a miniszterelnöknél volt egy időszak, méghozzá tehát a 10 előtti 4 évben, tehát 2006-tól 2010-ig, amikor azt lehetett érezni, hogy a tanácsadói különböző módon öltöztetik, ahova éppen megy, oda öltöztetik. Ez szerintem nem jó. Mert ez hiteltelenné tesz egy politikust, és ezt meg le is jöttek erről az útról, tehát mondjuk az Orbán Viktori képet nézzük, az ugyanaz az utóbbi 8 évben. Nem sokat változott. A fideszes politikusok viszont viszonylag, főleg a vezető fideszes politikusok egységesen öltöznek, az látszik. Van egy bizonyos egységes öltözködés, ez néha egyébként például nyakkendőszínben jelenik meg, az néha úgy tűnik, mintha a miniszterelnök nyakkendőszíne lenne a kedvenc nyakkendőszíne többeknek. Lenyúlták a miniszterelnökét. Hát, vagy gondolják, hogy az jó, hogyha ők is olyant hordanak, de a fidesz politikusok között vannak kifejezetten jól öltözött politikusok, tehát ezt nem lehet elvitatni, hogy vannak olyan kormánypárti politikusok, akinek az öltözködése nemzetközi szinten is megfelel. Az ellenzéknek ezzel mi a baja? Az, hogy nem fordul önhöz vagy más tanácsadóhoz? Vagy az a problémája, hogy ezügyben senki nem ad nekik irányt, mert mindenki megy a maga feje után, mint oly sok mindenben? Szerintem ez az utóbbi. Tehát a politikusokra jellemző szerintem az, hogy azt gondolják, hogy mindenhez nagyon jól értenek, és ehhez is nagyon jól értenek, és azt gondolják, az ő ilyen vagyok, én így vagyok hiteles. Jön ez a fajta sablon, hogy én így vagyok hiteles, és akkor ő így hiteles. Legalábbis ő így gondolja. Mitől hiteles? Öltözködésben, tessék, ez egy fontos kérdés. Mitől hiteles az, a politikus? Az öltözködése és a személyisége egymással összhangban van. Ezt ő honnan tudhatja, hogy ez így hát van? Hát jó, hogyha van egy tanácsadó, aki segít neki ebbe. És a tanácsadó, jó, induljunk ki abból, hogy nem téved. De nyilván azt szerint próbál tanácsot adni, hogy ki a célcsoport. Így van, pontosan. Sőt, azt szerint is, hogy valaki milyen oldali politikus. Lehet mindenféle célcsoportja egyszerre. Igen, de például van a köztudatban például az, hogy a jobboldali politikusok elegánsak, a baloldali politikusok kevésbé. Ez a liberális lamposság. Van a liberális lamposság, és akkor ellenpontozni tudok Schröder kancellárral, aki a 20. század második felének egyik legjobban öltözött politikusa volt, aztán egyből ott van egy Giscard d'Estaing Franciaországban, vagy most egy Macron, aki ugye, hát most ő milyen oldal? Ő most ilyen közép, hát nem? Ő inkább közép. Igen, na, jobb. Ő például most az egyik legjobban öltözött politikus. És akkor ott van ellenpéldaként mondjuk egy Trump elnök, akinél samposabb amerikai elnök még sose volt. Főleg nem ezen az oldalon. És ő jött egy Obama után, aki ugye egy stílusikon volt, és legjobban öltözöttek közé választották. Szóval ez nagyon érdekes, hogy egy politikus a ruházatával is érdekessé válik, vagy a ruházata által egyáltalán nem válik érdekessé, vagy a ruházata miatt válik mondjuk többször gúnytárgyává. Tönkre lehet verni egy kampányt rossz megjelenéssel? Magyarországon nem. Miért? Mert Magyarországon ennek nincs olyan jelentősége, mint mondjuk nyugaton, vagy mondjuk Oroszországon. Nincs olyan hagyománya? Nincs olyan hagyománya, nincs olyan hívószava az öltözködésnek. Én azt gondolom, hogyha egy politikusról azt mondják, hogy van gyanús 1,5 milliárdja, az kevésbé bűn, mint ha azt mondják, hogy nagyon jól öltözködik. Tehát a magyar közélet... Mert a jól öltözködés, a miből van neki... Miből van, honnan van, van erre ideje, mit turizál, pontosan. Hát ez az irigységünk. De hát a 1,5 milliárdot is lehetne irigyelni, és azt nem annyira könnyű felfogni, igen, mint egy jó igen, zakót. Tehát én nagyon sok politikust ismerek, aki például szeretne jobban öltözködni, de nem mer, mert attól tart, hogy ebből ő negatív hullámokat vált ki.
Ad ma tanácsot ellenzéki politikusnak, vagy kormánypártinak? Adok. Vagy pártnak magának? Nem, pártnak nem, személynek adok. És megfogadja mindig? Igen. Elmondja, hogy ki? Nem. Hát ez a tanácsadói munkának az egyik lényege. Nyilvánvalóan csak akkor van értelme tanácsot adni, hogyha azt érzek, hogy aki, azt érzem, hogy akinek tanácsot adok, az el is fogadja a tanácsot. Mert tudja, ez az olyan barát, aki mindig panaszkodik a magánéletére, mindig végighallgatjuk, mondunk egy tanácsot, és másnap kiderül, hogy pont az ellenkezőjét csinálta. És akkor panaszkodhat legalább megint. Ennek nincs értelme. Személyre szabottan végig tudnánk nézni, hogy ki hogy öltözik? Abban benne lenne, hogy persze, nézzük meg Orbán Viktortól, Gyurcsány Ferencig és Juhász Péter. Akkor erre térjünk vissza. Na, keresünk szívesen egy időpontot, és akkor nézzük meg tételesen. Jó, őket, jó? Szívesen. Köszönöm szépen. Állok rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm.